Sziasztok srácok, lányok, itt Zsomac, köszöntök mindenkit egy újabb videóban, és a mai napon 8-bittel fogunk játszani, elég sokat Duo Showdown-ozni fogunk, ugyanis volt egy külföldi youtuber, amivel játszottam, és egyszer nem játszottam, hanem láttam, és mindig Duo Showdown-t játszik random emberekkel, és tök vicces volt, és igyekszem jobban megvágni ezeket a videókat, mint például a tegnapit, szóval azt azért nagyon sokan szeretétek. Ne felejtsétek, hogy megjelent az új merchem, ezt meg egy pár ideig nyolatni fogom, link a leírásban, hogyha szeretnétek ilyet ti is magatoknak. Na de, Brawl Stars, itt vagyunk 8-bittel, most már 119 kupán, Power Level 6-os és 9300 kupán van. Egyébként beléptem már klánba, tehát a Kameleonok nevezetű klánba vagyok jelenleg, és ma léptem be ide, szóval sok minden nem tudok róla mondani igazából, de jó fejnek tűnnek a srácok igazából, úgyhogy köszönöm szépen, hogy befogadtak ide. És hát akkor játszunk 8-bittel Duo Showdown-t, ezen az egyik új pályán, a Deserted Vertex nevezetű pályán fogunk játszani. 8-bit egy nagyon király karakter, nekem nagyon tetszik, és a koncepció lényeg az, hogy addig nem fogok kilépni, amíg mondjuk ilyen 300 kupát el nem érek magában a játékban, és addig utána pedig meg fogom nézni, hogy mennyi kupát kaptunk így összesen, és annak ilyen lesz egy menő animáció, és közben vágom mindezt képnek igazából. Szóval ez itt a lényeg tulajdonképpen, és akkor ezért Duo Showdown-t fogunk játszani. Ez itt a szisztéma, és 8-bitekkel vagyunk, és a csapattársunk is az... És én meg szépen meghaltam, nagyon ügyes vagy, Zsombor. Ez elég béna volt, nem kéne ötödikként kiesni, egyébként a pálya nagyon tetszik, az új pálya. Talán egy kicsit hangos a játék, ezt lejjebb pakoltam. Egy pöppet, vigyázz haver, szedjük szét őket. Az drága gumi honnan jött? Nem, nem jó! Nem jó! Egy lövés voltam a pályapárnak, ne vár! És akkor itt bármi van, igazából a PLG-re fogok nyomni. Ez lesz itt a stratégia. Igazából is játszunk egy csomó mérkőzést. És szintén 8-bit a csapattársunk, valószínűleg azért elég sok 8-bit dupla kombóval fogunk nyomni, mert azért hát egyrészt ez elég OP, szerintem én bemegyek középre. Meg ugye ez csak randomokkal fordulhat elő. Nagyon jó. Hoppá, ezt tuti megnyerjük szerintem ennyi Power Cube-ban. Hú, szegény! Meghalt. És showdown van már most. Nem rossz, nem rossz, én ezt belopom. Illetve beszedem. Vigyázz, haver! Na! És pont újra jött a társa. Nézd oda. Nem baj, egy lövés. Egy burstból szétszedjük. OP! Remélem ezzel a srácra amúgy sokat fogunk játszani, mert egyrészt jók vagyunk így együtt, másrészt a dupla 8-bit kombónál szerintem jelenleg OP-m nincs a játékban. Bár azért valószínűleg sok hasonló kombóval fogunk szembe jönni. Itt van például egy másik. Haha, szétszedtük őket, jó, szedd fel. Szedd fel, ha várj, meg bemegyek középre. Nem. Az nagyon jó. Konkrétan megállíthatatlanok vagyunk. És showdown van. 15! Tehát 15! Szia, köszi. OP, 8-bit OP, szerintem kell... Nem, nem, én nem értek el szétszerni a csávot. Szóval... 8-bit egy kicsit OP. Tehát, hogy egy egészen... Picikét OP karakter, azt kell mondani, ó, Starpointból 100-at szereztünk. Szerintem biztos, hogy fog kapni egy nerfet a közeljövőben, azt kell, hogy mondjam. Mert azért ez elég durva, amit lehet vele művelni. Mekkora buli van itt? Nagyon jó. Gyere, Piper! Mizu! Hát, megállíthatatlan! Megállíthatatlanok vagyunk konkrétan! Szia! OP! OP! Egyébként nem annyira zavaró, hogy ilyen lassú. Tehát, hogy tényleg lassú, de nem zavaróan lassú. Azt kell mondjam. Tehát, hogy ezzel lehet élni szerintem. Pláne, hogyha ennyi Power Cube-unk van, és 8 milliárdot sebzünk. Nem meghalt a csapattársam! 20 Power Cube! 21! 21, érted? 21! 22! 22 Power Cube, ez nagyon durva. Ne! És nem akar többet velem játszani? Ajj, ne már! És most kapni fogok valami szar csapattársat, tuti. No!
Hogy lehetek ilyen béna? Tehát mind a három pompát beaktiváltam. Mit csinál a csávó? Köbö. Tehát, hogy megölhette volna 600 HP volt, és nem. És szintén egy 8-bitet kaptunk természetesen. Ja, de nem, én vagyok az 8-bit, hogy 8-bitet, egy Crow-t kaptunk, Dávidot. Aki akár még magyar is lehet, de nem hiszem. Ott bujkának lenne, nem? Ja. Őket bevárom. Mit akartok ott, srácok? Köszi. Szia, Tik! Szia! Easy win. Na, remélem Crow-ocska akarsz valami játszani, mert esküszöm, hogy nem voltál annyira rossz. És nem vette fel a izét, a power keyboard se, úgyhogy... Miben haltam meg? A Brock. Az van ilyenkor, hogy a rossz csapattársakkal is tovább kell játszanom, tehát hogy most... Megnyertük? Nem tudom, hogy őszintén, de nyertünk. Nál is. Nagyon jó. Üsd már bele egyet, te is! Kösz! Mintha így néha elfelejtene támadni, vagy így nem tudom, mi van ezzel a csávon, meg is megint fut be középre. Te honnan jöttél? Úristen! Öld meg, haver, ezzel élete van! Kérlek, támadj! De mit csinálsz? Mit csinálsz? Ez fogyatékos. Fogyatékos a csávó, értitek? Fogyatékos a csávó. Még én akarnám! Ennyire béna emberrel még nem játszottam soha. Kérlek! Yes! Nem akar játszani, nem akar. Végre van esünk ki normális csapattársat kapni. Mit csinálsz? Szívesen, haver, szívesen, érted? Szívesen, easy. Ezt a sávon nagyon meg akart halni. Easy. Szia, Róza! Add fel, jó haver! Add fel! Ez az! Fuss ki! Fuss ki, öld meg magad! Nézd, lássam, hogy szenvedsz! Mi? Not today! Istenem, mi volt ez? Miért? Mire várt ennyire? Nem baj, plusz 9 kapra. Menj már! Jó, ez epic volt. Ez az. Zsomacope! Végig ez a csávó jól nyomja, szóval vele még szívesen játszani. Azt hittem túlélem. Második hely. Tökéletes. Nem tudom, hogy éltük azt túl, de másodikok lettünk. Ne. Már nincs több abból a tímből.
Taraskin, szétadom, Tsunami. Ez az! Nagyon jó. Ó, oh, level up. Damn! Damn, son! Két embert is majdnem megöltem, de hát ugye... Majdnem kanállal nem lehet leves tenni. Jesus! Hát ez szendvics! A javából! Mi az Isten volt ez? Mi történt? Én nem akartam meghalni. Gyakorlatilag lettek. Vagy mi? Haver, rajtad múlik minden. Megölöd? Ez az, baby! Csak sikerült még egy wind behúznunk. Most már nem vagyunk messze egyébként a célunktól, tehát 300 kupa volt a cél. 120 körülről indultunk. Már nincs messze, egyáltalán nincs messze. Kell egy kis utántöltés a G-Fuel-ból, úgyhogy én kezdek fáradni. Kezdek fáradni, lassan egy órája veszem fel ezt az egy videót, szerintem soha többet nem fogok ilyet csinálni. Ha csak nem lesz 800 milliárd megtekintés ezen a videóm. De egyébként én tökre élveztem a készítését, meg hát ugye 8-bittel is fejebb kell pusha. Lehet egyébként livestreambe kellett ezt az egészet csinálni, most már mindegy, nem tudom. Tesó, te honnan jöttél? Ez mi volt? Még 5 csapat él. Ez elég intense gameplay, azt kell mondjam. Nice. Még egy megvan. Showdown! Boom! Ott van! És ott van! Yes! És még egy 9 kupás dolog, és mindjárt ott vagyunk, tehát mindjárt 300 kupa srácok, most már remélhetőleg csak 2 meccs az egész, mert most a pukóval egész jól nyomjuk, azt kell mondjam. Nem tudom, milyen hosszú videó lesz ebből, de hogy durva lesz, az biztos. It's over. Nem! Az mi volt? Ez érdekes volt, haver. Gyerünk, Poco. Easy. Ott van a victory. Ott van a victory, és akkor most már csak egy meccs kell, hogyha minden igaz a 300 kupához. Utcsó meccs remélhetőleg. Egy dobozunk már van. Ezt most igyekszem részletesebben kommentálni. Középen egy doboz van összesen.
Valószínűleg sokan nem fognak az ide bejönni most ezért, az egyetlen egy dobozért. Ezt a csávot viszont kivégezzük! Nagyon jó, és mind a két Power Cube megvan. Ezt elrontottam. Nem. Nem rontottam el. Nem, meghalt. Showdown van. Mizu! Oh, yes! 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 Kihúztam, ne! Ne! Oh, bocsi, srácok. Ja, véletlenül kihúztam a kábelt. Na, hát ez egy elég sikeres videónak ígérkezett, megvan a 300 kupa, és akkor nézzük csak, hogy hogyan is néz ki ez az animáció, és pont Pokó sem akar velünk játszani, plusz 200 Star Point, nézzük. Aj, 187 kupa plusz! Jesus! Ú, mennyi Star Point plusz! Ilyet durrat, és soha nem pusholtam életemben. Úgyhogy ez nagyon király volt, úgyhogy most kettő ilyen doboz kinyitunk. Remélem, hogy élveztétek a videót, mert nagyon sok vágási munka volt vele, és nagyon sok felvételi munka, akkor egy óra volt felvenni. Úgyhogy tényleg nagyon remélem, hogy tetszett. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és írjátok a kommentben, hogy szeretnétek még hasonló jellegű, hosszan felvett videókat, faszán megvágva. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy ma is velem tartotok, találkozunk holnap a következő videóban, mostantól 14 órától lesz mindig. Legyetek jók, sziasztok!